Valentino Rossi. Az olasz legenda neve egybeolvadt a motorozás legnagyobb színpadával. Rossi negyed évszázadon át volt meghatározó alakja a MotoGP-nek, számtalan rekordot megdöntve karrierje során. A gyorsasági motoros VB történetében hosszú idő után a doktor tudott az első olyan versenyző lenni, aki ismertségével képes volt kitörni a kétkerekűek világából. Eredményeivel, természetével és kapcsolataival ő jelentette az igazodási pontot, ha bárki a MotoGP-ről kezdett el beszélni. 7 király kategóriás világbajnoki címével minden idők második legsikeresebb motorversenyzőjeként akaszthatta végül falra a sisakját, szurkolók milliói által elbúcsúztatva. Értelemszerű, hogy Rossi karrierjét teljes alapossággal, akár 5 videóval sem lehetne maradéktalanul bemutatni. Annyi módon alakította a gyorsasági motorozás világát pályán és pályán kívül is, hogy sohasem érnénk a végére. Azért persze megkíséreljük, 3 részre bontva haladunk majd végig a doktor karrierjének legfontosabb állomásain, legkeményebb és legemlékezetesebb csatáin, és persze néhány érdekesség felé is kitekintünk majd, legyenek azok elképesztő rekordjai, különös verseny előtti rituáléi, vagy épp a rövidke Forma 1-es kikacsintása. Ma az első részben Rossi korai éveiről, valamint a kétütemű 500-as gépek hattyúdaláról beszélünk, felelevenítjük a Repsolos éveket, végezetül pedig a Honda szakítással fogunk zárni. Tartsatok velünk! Valentino 1979. február 16-án született Urbino-ban, de még kisgyermek volt, mikor családja Tahuliába költözött. Édesapja, Graziano Rossi, maga is motorversenyző volt, nem csoda hát, hogy vele is nagyon fiatalon motorozni, majd édesanyja aggodalmainak teret adva gokártozni kezdett. Mindkét szakágban sikeresnek bizonyult, 4 keréken már 1990-ben nyert gokárt bajnokságot, és édesapjával minden megtettek, hogy bekerüljenek az országos és az európai 100 köbcentis kategóriába. Miután minimotorokon is nagyon sikeres volt, 1991 karácsonyán a Rossi család elég kemény dilemma előtt állt. Fiúk gokártban és motoron is eredményesen szerepelt, de ezt a kettős játszmát a család nem volt képes finanszírozni. 92-re tehát döntést kellett hozniuk fiúk karrierjéről, és végül az olcsóbbnak ígérkező motorozás mellett döntöttek. Az tehát, hogy Valentino Rossi nem formautózásban lett híres, csak az anyagiakon múlott. A következő 3 év során tehát elindulhatott Itália motoros meghódítása, 1993-ban ülhetett fel először 125 köbcentis gépre az olasz sportmotor bajnokság keretei között. A Kagiva szavazott neki bizalmat, amit természetesen azzal hálált meg, hogy első kigurulása után összetört a motorját. Nem viccelünk, Rossi első 8 literes kifutása mindössze 100 méterig tartott. Letagadhatatlan viszont, hogy a 14 éves Rossi már az imént említett hétvégén is megmutatta tehetségét és 9-ként zárt, évvégére pedig a pole pozíció és a dobogó is összejött már neki. A következő szezonra megkapta hát az elérhető legfrissebb technikát, és 94-ben, valamint 95-ben is megszerezte a bajnoki címet. Így érkezett el az 1996-os esztendő. Az első a 26-ból. Valentino Rossi, a hosszú hajú kis mosolygós gyerek, egy 125 köbcentis AGV Aprilia hátán mutatkozott be a világbajnokságon. Nem sokáig váratta a nagy érdeműt, és már az első évében megmutatta, hogy a kisfiús mosoly és a göndör fürtök mögött egy nagyon elszánt, céltudatos versenyző rejtőzik. Lépésről lépésre haladt, az osztrák nagydíjon szerezte meg első dobogóját, amit egy héttel később első pólja és győzelme követett. 97-re a Nastro Azzurro Apriliához szerződött, ami lényegében annyit takart, hogy megkapta a legerősebb Noarai gépet a feneke alá. Egyből egy pól futamgyőzelem kombinációval nyitotta a szezont, majd további 10-szer diadalmaskodott az év során. Úgy nyert meg 11 futamot a 15-ből, hogy 4 rosszabb eredmények közül az egyik egy 4000-del elbukott győzelem, a másik pedig egy 3. hely volt. Ilyen dominancia mellett persze volt ideig gondolkodni, hogy mivel dobja fel a befutó utáni ünnepléseket, meg is jelent a felejthetetlen Robin Hood jelmez. Na, hogy 98-ra 250 köbcentiben találta magát a fiatal Valentino. Első szezonja nem pont úgy sikerült, ahogyan azt eltervezte, kiesett ugyanis Japánban, Malajziában, Madridban, Doningtonban és Brunóban is. Tegyük persze hozzá, hogy első futamgyőzelmet is megszerezte Assenben, 19 másodpercet dobva a második helyezetre, majd a szezon hajrájában 4 futamot nyert Ginorban. Gyenge szezonkezdése miatt azonban végül 23 ponttal kikapott összetettben Loris Capirossitól. 1999-re aztán az Aprilia csúnyán beleszólt a bajnokságba, és egyedül Rossi kapta meg a legfrissebb technikát.
Mondanunk sem kell, hogy vele élve a lehetőséggel ismételten leigázta a mezőnyt, és egy fordulóval a bajnokság vége előtt már meg is nyerte azt. Két ilyen bajnoki szezon után azonnal megkapta az 500 köbcentis szerződését, azonban új gépe már nem Aprilia, hanem Honda lett. A japánok ugyanis 5 Duan és 1 Krivéje bajnoki cím után nem tervezték abba hagyni a nyerést, és benne látták az ausztrál legenda utódját. Annak ellenére tehát, hogy nem Repsol festésben versenyzett, egy rendkívül ütőképes technikát kapott maga alá. Főmérnöke a korábban Duannel dolgozó Jeremy Burgess lett, de maga az ötszörös bajnok is mentori tanácsokkal látta előtt az év során. Korábbi kategória váltásaihoz hasonlóan Rossi ezúttal is szisztematikusan építkezett és igyekezett felvenni a király kategória ritmusát. 250 köbcentis debütálásához hasonlóan ezúttal is két kieséssel nyitott, de a negyedik versenyén már dobogón ünnepelhetett, a kilencedik után pedig már őt inthette le először az ockályzászló Doningtonban. A brit nagydíj egy nem mindennapi ütközetet hozott Rossi, Kenny Roberts Jr. és Jeremy McWilliams között, amiből Valentino jött ki győztesen. A maradék 7 futamból 6-szor dobogón végzett, Rióban megszerezve második futamgyőzelmét. A bajnokságot a második helyen zárta, 49 ponttal az ifjabb Kenny Roberts mögött, de 39-szer a harmadik helyezett Max Biaggi előtt. Utóbbi ezt igencsak rosszul viselte, mert Rossi Fumi érkezéséig egyértelműen ő volt az olaszok nagy reménysége. Az ekkor 30 esztendős Biaggi ugyanis 1994 és 97 között 4-szer nyerte meg a 250 köbcentis bajnoki címet, a tökéletes fellépési lehetőséget várva a király kategóriába, ahol végül 98-ban egy kifejezetten ütőképes Hondán második lett a bajnokságban Duan mögött. Helyezése ellenére azonban a Repsol nem kér szolgálataiból, a sértődött Biaggi így a következő évre Yamahára váltott. Ekkor kerül fel a Honda térképére a Biaggi-nál 8 évvel fiatalabb Rossi, aki, ahogy már mondtuk, legelső szezonjában is a márka legeredményesebb lett, ráadásul a vezér nélkül maradt Honda teljes támogatását élvezte. Valentino ugyanis, bár a 2001-es esztendőt is a privát Nastro Azzurro csapat színeiben teljesítette, gyakorlatilag gyári technikán versenyezhetett. Már a 2001-es évnyitó japán nagydíj előtt összeszólalkozott a két olasz. A balhé a pályán is folytatódott, ugyanis Biaggi megpróbálta sóderbe vezetni Rossit, utóbbi pedig egy elég egyértelmű kézijellel viszonozta a gesztust, mikor megelőzte honfitársát. A konfliktus a katalán nagydíjon csúcsosodott ki, amikor a pódium ceremónia előtt hatalmas kavarodást tört ki a két pilóta és menedzsmentjük közt. Az interjúban egyikük sem ismerte el, hogy megütötték volna egymást, de Biaggi nehezen félreértelmezhető nyomokkal az arcán sétált fel a dobogóra. A balhét kiváltó ok elméletileg az volt, hogy a sokadszor is vereséget szenvedő Biaggi a Park Fermékben egy véletlennek is értelmezhető mozdulattal, de testében leütközte Rossi menedzserét. Az ezt követő holland fordulón a Honda vezetése mindent megtett, hogy véget vessen a pályán és az azon kívül történő eseményeknek, és a kameráknak szóló készfogás után a két motoros később már nem került hasonló helyzetbe. Persze ebben benne lehet az, hogy a két olasz a következő években elvétve találkozott a pályán, akkora lett ugyanis Rossi dominanciája, és annyira szenvedett Biaggi. Fontos megemlítenünk, hogy a hangvillások Rényi 92-es címe óta vártak az újabb bajnokukra, az ezredforduló környékére azonban csúfosan alul maradtak a technikai versenyben. A Rossi-Biaggi páros azért 2001-et még többé-kevésbé végig küzdötte. Többé, mert elképesztő csatákat és egy 13 ezredes különbségű ausztrál befutót is produkáltak, de kevésbé, mert az említett Phillip Islandi versenyen Rossi be is biztosította bajnoki címét két teljes fordulóval az évad vége előtt. A riói szezonzárót követően 106 pontos differenciával emelhette magasba első király kategóriás világbajnoki serlegét, és naná, hogy várta a Repsol Hondás szerződés. 2001-es sikerével Valentino Rossi máig az utolsó, aki privát csapattal világbajnok tudott lenni. Tény, hogy a Nastro Azzurro csapat erős gyári támogatással rendelkezett, vele azonban a teljes Hondás mezőnyt leigázva szerezte meg az első bajnoki serlegét. Privát csapat azóta csak egyszer járt a világbajnoki cím környékén, de 2020-ban a Petronas Yamaha nem tudta az egész szezonban fenntartani a formáját. No de vissza Rossira, akinek 2002-ben adatott meg először a lehetőség, hogy feltegye a motorjára az egyes rajtszámot. Ő azonban akkoriban szinte példátlan módon nem élt a lehetőséggel, mi több, akárhányszor is lett bajnok, sosem cserélte le 46-os rajtszámát. A tisztelgés édesapjának szólt, Graziano ugyanis ezt a számot viselve szerezte Riekában első 250 köbcentis futamgyőzelmét, röviddel Valentino születése után. Rossi nem csak a rajtszámát, de meg annyi babonás szokás is őrzött karrierje végéig, amelyekre sikereivel a közönség is felfigyelt. Minden versenynap elején megnézte a legkisebb kategória rajtját, hogy lássa, mennyi ideig világít pirosan a startlámpa. Mielőtt motorjához lépett volna, nagyjából 2 méterre a járgánytól mindig nyújtozott egyet, lábfejei felé, majd a motor mellé guggolt, és megfogta a jobb lábtartót. E rövid meditáció közben saját elmondása szerint beszélt a motorhoz, ahogy a lovasok szoktak a lovaikhoz, majd felpattant rá, mindig egyformán, és a boxból kifelé igazított egyet bőrruháján.
2002-ben aztán megszületett a ma is ismert MotoGP, de ez az év még inkább az átmenetről szólt. A csapatok anyagi és technikai megfontolásból még ugyan nevezhettek az előző évi 500 köbcentis gépeikkel is, a pályákat azonban már a négyütemű 990 köbcentis gépek uralták. Azok közül is főként a Honda, amely a mái kuriózumnak számító V5-ös blokkjával ott csücsült az erősorrend élén. Az RC211V sokak szerint a kategória leggyönyörűbb motorja lett, objektíven nézve pedig az egyik legsikeresebb. A Yamaha és a Suzuki képtelen volt lépést tartani a Hondával, Rossi pedig természetesen megállíthatatlan volt a narancs-fekete motoron. Az első 9 futamból 8-at nyert meg, majd némi brunói gumi problémát követően csak is első és második helyeken ért célba. 16 futamból 11 győzelemmel és 4 második helyel 140 pontos előnnyel húzta be második világbajnoki címét, abszolút dominanciába fullasztva az első MotoGP szezont. 2003-ra persze, aki csak tehette, Hondára váltott. Így tett Biaggi, aki a Ponsnál kapott ülést, és Giberno is, akit az addigi kifejezetten gyenge eredménye ellenére a korszakos tehetségnek számító Kato mellé szerződtette a Gresini. Rossi mellett is történtek változások, Ukawa helyére ugyanis egy fiatal amerikait, Nicky Haydent igazolta a Repsol. Ebben az évben debütált az ekkor kizárólag erőgép szerepében tetszelgő Ducati is, a maga Capirossi Baylis párosával, rajtuk kívül pedig senki más nem tudta akárcsak megközelíteni sem a doktort. A Honda iszonyú fölényét mutatta az is, hogy az abban az évben egyetlen dobogót felmutatni képes gyári Yamaha rendszerint a negyedik számú Honda csapattal a Pramakkal harcolt. Rossinak valós ellenfele 2003-ban sem akadt, egyedül a Kato szerepét varázslatos módon magára öltő Giberno tudta legalább a 9. fordulói futamgyőzelemnyi hátrán körül tartani magát, végül azonban ő is csúnyán 80 ponttal kapott ki. Nem is csoda, Vale ezúttal egyszer sem bakizott, és mind a 16 futamot a dobogón fejezte be, 9-szer győztesen. 357 pontos eredménye csak azért nem MotoGP rekord, mert 2005-ben már 17, 2007-ben 18, a későbbiekben pedig már 19 és 20 futamos is lett a bajnokság. A sikerek ellenére a szezon a MotoGP egyik legdurvább válásával ért véget. A két domináns szezon alatt ugyanis egyre hangosabb és hangosabb lett az a szóbeszéd, miszerint Rossi csak a technikának köszönheti a bajnoki címeit. Hasonló esetekben a versenyzők többsége egyáltalán nem foglalkozott volna pletykákkal, de Valentino, aki maga is szökni akart a Honda vasmarkából, úgy döntött, hogy csattanós választ ad mindenkinek. Egyrészt a Hondának, akik maguk is úgy voltak vele, hogy bárkit felültethetnek a motorjukra, az bajnok lenne. Másrészt riválisainak, elsősorban Biaggi-nak, akik kizárólag a gyári Honda fölényének titulálták döbbenetes lemaradásaikat. Harmadrészt pedig a kétkedő nézőknek, akiknek egy része kezdett elfordulni a sporttól az unalomba fulladó versenyek miatt. Rossi ugyanis a 2004-es szezonra aláírt a gyári Yamahához, ahhoz a csapathoz, akik 12 éve nem nyertek bajnokságot, és akiknek, ahogy mondtuk, 2003-ban mindössze egyetlen dobogóra futotta. Opció volt a Ducatis váltás is, olasz bajnok az olasz motorra, de hiába az egy győzelmet és 9 dobogót hozó bemutatkozó szezon, a csapat messze nem állt még készen egy bajnoki menetelésre. Rossi ráadásul azért sem akart a bolonyaiakhoz szerződni, mert a csapatvezetés ugyanazt a mentalitást követte, ami elől a Hondától is épp menekült. Jegyezzük meg, jól döntött, a Ducati pocsék második szezont futott. Indok volt még a Yamaha mellett az is, hogy a csapat hajlandó volt mélyen a zsebébe nyúlni, és egy 2 éves, 12 millió dolláros szerződést tettek le a doktor elé. Az átigazolás után a Hondával olyan szinten megromlott Valentino kapcsolata, hogy a japán csapat kijelentette, Rossi még közúti Hondára sem ülhet fel a jövőben. Ez a harag napjainkban is tart, kész csoda, hogy Vale utolsó nagydíján hajlandóak voltak kiállítási darabként kitolni az olasz 3 bajnoki címet nyerő motorját. Rossi tehát 2004-re fejest ugrott az ismeretlenbe egy lesajnált, gyenge Yamahával, mi pedig innen folytatjuk majd legközelebb. Ennyi lett volna mára. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, gyere legyél a Patronunk, dobj meg minket havi egy sor árába, vagy egy kicsit többel, az eddigi támogatóinknak nagyon szépen köszönjük, és hamarosan jövünk egy újabb videóval. Én Peti voltam mára. Sziasztok!